A közterületen a csatornatakarításból visszamaradt szennyeződések láthatók, főleg nedves törlőkendő, ami egy rémálom a jelenlegi üzemeltetésben. Felragad a szivattyúra és leállítja a járókereket. Összeáll és dugulást okoz. A nedves törlőkendő csak egy a sok közül, ami a WC-ben landol, pedig nem ott volna a helye. Fokonalat is láthatunk itt a kupacba, és egy nagyon nagy mennyiségű zsírt. Tehát van egy adott csatorna illemtan, ami megtalálható a WCM ZRT honlapján. Érdemes és javasolt átnézni a felhasználóknak. A lefolyók nem megfelelő használata okozta a dugulást az Orosz György utcában. A hibát a szakemberek elhárították, ám a csatornából kiemelt szennyeződést a közterületen hagyták. A környéken élők telefonon keresték meg szerkesztőségünket, hogy jelezzék a problémát. Itt is egy éjszakai hiba bejelentéshez kapcsolódóan szálltunk ki. Jobb lett volna, hogyha másnap nem felejtjük el eltakarítani magunk után a kiszedett szennyeződést, de nyilván a 24 órás ügyelet alatt nincs olyan létszám bent a telepen, aki a több bejelentésre minden szintű tevékenységet el tudna látni. Hát ígérem, hogy oktatást fogunk tartani a kollégák körébe, és megpróbáljuk a jövőben ezeket otthagyott szennyeződéseinket eltávolítani, és hát elnézést kérünk a lakosságtól, hogy ilyen megtörtént. Néhány lakó felelőtlen magatartása miatt az egész szolgáltatás ellehetetlenülhet, károsítva ezzel a többi felhasználót, és végeredményben a természetet is, mondta Bede Marian. Hozzátéve, nagyon sok esetben hívják a szolnokiak a hiba bejelentőt, a csatornák eldugulása miatt. Elsősorban azokról a területekről érkezik jelzés, ahol a csatornarendszerre fákat telepítettek, így a Széchenyi lakótelepről, a Tallinn városrészről és a Pletyka faluból. A délelőtti órákban elszállították a szennyeződést a WCM ZRT munkatársai az Orosz György útról.